Egy hónapja térhettek vissza az iskola padokba az alsó tagozatos általános iskolások. Több mint egy hete pedig a felső tagozatosok és a középiskolások számára is megszűnt a távoktatás. Sokáig bizonytalanság övezte ugyanakkor a nyolcadikosok ballagását. Tavaly a járványhelyzet miatt már nem tarthatták meg az intézmények a búcsúztató ünnepséget, idén azonban a kormány úgy döntött, lehetőséget biztosít ezek megtartására. Az intézmények maguk dönthetik el, élnek-e a lehetőséggel, ráadásul saját hatáskörben egyéni szabályokat is alkothatnak. A friss kormányrendelet arról szól, kültéren kötelező maszkviseléssel, létszámkorlátozás nélkül rendezhetnek az intézmények ballagást, a hozzátartozók számára pedig nem kötelező a védettség igazolása. A nyíregyházi Bemi József általános iskola tanárai már a nyitás óta bíztak a döntésben, a részletszabályokat pedig a következő napokban dolgozzák ki. Nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a gyerekek életében, amikor elballagnak egy általános iskolából, és a szülőkkel együtt nagy várakozással tekintettek erre, hogy meg lehet-e tartani. Többször megkérdezték már, hogy lesz-e ballagásunk, és én mindig csak azt tudtam mondani a szülőknek is, a gyerekeknek is, hogy ebben a vírus helyzetben, aktuális helyzetnek megfelelően és a jogszabályi környezetnek megfelelően mindenképpen arra fogunk törekedni, amennyiben lehetőség van rá, akkor a szabályok és a biztonsági intézkedések szigorú betartásával mindenképpen szeretnénk ezt megszervezni. Erre most lehetőséget is adott nekünk ez a kormányrendelet. A mi iskolánkban június 19-én szombaton 10 órától lesz a ballagás, amelyet az akkori és nyilván a jelen megjelent kormányrendeletnek megfelelően és az akkori intézkedéseknek megfelelően fogunk minden biztonsági szabály betartásával megtartani. A Máté Szalkai Kálvin János Református Általános Iskolában is folyamatosan nyomon követték a járványügyi adatokat, így már a rendelet hatályba lépése előtt elkezdődött a készülődés. Az intézmény vezetője azt mondta, a több hónapnyi távol lét rengeteg közösségi élménytől fosztotta meg a gyerekeket, így pozitívan fogadták, hogy a két osztály 52 tanulója ünnepélyes keretek között búcsúzhat az általános iskolától. Délelőtt beszélgettünk a kollégákkal, a nyolcadikos osztályfőnökökkel, úgy döntöttünk, hogy jelenléttel megtartjuk iskola belső udvarán a ballagásunkat, természetesen várjuk a szülőket, nagyszülőket, nem szeretnénk létszámkorlátot bevezetni, hadd örüljenek a szülők végre, hogy láthatják a gyermekeiket, a gyermekeiknek a fejlődését. Természetesen a koronavírus járvány elleni védekezésnek a módjait be fogjuk tartatni mindenkivel, hiszen úgy határoz a rendelet, hogy a ballagóknak és a ballagáson résztvevő fellépőknek nem kell csak viselni a maszkot, de a többi jelenlévőknek viselni kell. Ezt be fogjuk tartatni természetesen, a bejáratánál feltétlenül pontokat fogunk kialakítani. Az új rendelet a középiskolákat is érinti, döntöttek ugyanis az érettségizők pótvizsgáiról is. Ennek alapján az idén végző utolsó éves középiskolai tanulóknak szóbeli pótlóvizsgát kell szervezni, ha a diák az írásbeliről vagy a gyakorlati vizsgáról elkésett, vagy fel nem róható ok miatt maradt távol. A szóbeli pótvizsga ugyanakkor nem automatikus, a diákoknak az adott iskola igazgatójánál kell a kérelmet benyújtani, erre jövő hét péntekig van idejük.